Na szia, Bognár Balázs vagyok, a hazai korai nyugdíjas mozgalom vezetője. Ez a videó a Tesláról fog szólni, ugyanis az előző, meg az azelőtti FIRE találkozón is nagyon sokat beszélgettünk a Tesláról, hát én mondjuk erről korlátlanul tudok beszélni, de majd megpróbálom egy kicsit rövidre fogni és összefoglalni a gondolataimat. Egyébként onnan jött, hogy ott is az egyik srác mondta, hogy utólag könnyű okosnak lenni, és akkor kicsit furcsáltam, most nyilván nem kell tudni oda-vissza az én múltamat, meg egyebeket, de én már ugye elég régóta fektetek be Teslába, meg ugye autóm is van, és akkor amit ott elmeséltem, azt gondoltam, hogy egy kicsit ilyen rövidebb formában, nem az egy órás verzióban elmondom nektek is. De mielőtt ebbe belemennénk, hadd mutassam be nektek a csoportot, ahol meg szoktam szervezni ezeket a találkozókat. Ugye a FIRE Hungary csoport az anyagi függetlenség Magyarországon, illetve a FIRE az a Financial Independence Retire Early, tehát az anyagi függetlenség korai nyugdíjnak a rövidítése. Hát itthon mondjuk ez a korai nyugdíj, ez nem cseng annyira jól, mint amit szerintem jelent, de hát ez a rövidítése, szóval a FIRE Hungary. Ezt a csoportot 2018-ban hoztam létre, akkoriban csak azért, hogy tudjunk beszélgetni, most már hát gratulálok nektek, meg magamnak, most már 7000 tagot számlál a csoport, ami szerintem nagyon szuper. Gyertek ide, hogyha szeretnétek befektetésekkel kapcsolatban beszélgetni, teljesen nyugodtan és trollmentesen lehet beszélgetni, most nem akarok annyira beletekerni, mert privát a csoport, de hogy Interactive Brokers, USD beutalás, TBS számla a KBC-nél, forintváltás, Erste Net Brokere, most csak belelapoztam néhány befektetés célú ingatlanvásárlás, tehát tőzsde, ingatlan, befektetések, stb. Stb. De inkább ilyen motivációkból is egészen sok van. Itt is egy srác kérdezi, hogy most kezd el befektetni, és hova merre. Ezt mindjárt elmondom, és még itt a Nagy Norbinak nagyon köszönjük a táblázatát, amit a brokereknek a díjazásáról készített. Ezekről nagyon sok beszélgetés van, szóval szerintem tök hasznos a csoport. Gyertek ide, lehet kérdezni, tanulni, válaszolni. Jaj, mindig elfelejtem mondani az elején, nem befektetés tanácsadást, tehát itt is a csoportban, amit mások mondanak, az nem biztos, hogy úgy van, bár azért elég sokan vannak ahhoz, hogyha véletlenül tényszerű információt ír valaki rosszul, akkor azt kijavítsák, de ettől függetlenül ez magánemberek gyűjtőhelye, úgyhogy itt egymásnak próbálunk segíteni. És akkor a másik része, amit az előbb kiemeltem, hogy innen jött a sztori, hogy akkor a Tesláról beszélek most, hogy 10 naponta tartok FIRE találkozót, ez most már az 57. mint látjátok, egyik héten szerdán, vagy hétköznap este, a másik héten pedig hétvégén este tartunk találkozót. Ez ilyen 10-20, mostanában 30 fő eljön, néha előadás is van, most pszichológiai részéről, az előzőekben pedig befektetési részéről, és beszélgetünk, 3-4 óra beszélgetés. Szerintem ez nagyon fontos, én annak idején, amikor ezen az úton haladtam, akkor az egyik legrosszabb dolog volt, sőt talán a legrosszabb dolog volt, hogy nem tudtam ezzel a FIRE dologgal, a befektetéskel, megtakarításokkal, a tőzsdével kapcsolatban, nem tudtam erről beszélgetni kb. Senkivel. Na, itt lehet, személyesen is, meg ugye a csoportban is, úgyhogy ha tudsz, akkor gyere el ezekre a találkozóra, szerintem érdemes. És akkor rólam annyit még, hogy én azért gondoltam ezt egy kicsit így magamhoz venni ezt a dolgot, mármint az anyagi függetlenséget, befektetés, stb., mert én már abszolút ezt az életet élem. Ugye most már 45 éves vagyok, és 36 évesen tettem le a lantot, akkor volt az utolsó alkalmazotti, beosztotti munkahelyem. Én a klasszikus utat jártam végig, már 18 éves koromtól nyitottam értékpapír számlát, és amit a munkahelyemen kerestem, annak minél nagyobb részét megpróbáltam befektetni és kamatoztatni. És ebből szépen föl lehet 10-15-20 év alatt építeni egy akkora portfóliót, aminek a hozamából már bőven meg lehet élni. Ezért gondoltam azt idővel, hogy írok erről egy könyvet, az első 100 millió című könyvet. Azt mondja, hogy betettem az oldalt, elsőszázmillió.hu. Ebben foglaltam össze az én utamat, illetve mindazt, amit az elmúlt jó pár évben ezeken a találkozókon, meg a személyes találkozókon is látok, hallok tőletek. Általában ugyanazok a kérdések, félnek a tőzsdétől, hova fektessek be, keveset keresek, hogy tudok egy kicsit jobban spórolni, stb. Stb. Szerintem ez nagyon hasznos. Kezdőknek azért, hogy hogyan induljanak el az úton, haladóknak meg egy kis motivációba, hogy igenis ezt meg lehet csinálni Magyarországon is.
És akkor a harmadik terület, amit be akartam mutatni, ezt mondjuk itt, ha itt vagy a YouTube-on és itt nézed, akkor ezt remélem már látod, ugye van videócsatorna, elkezdtem videózni az elmúlt fél évben, leginkább mostanában befektetési, tőzsdés témában, de van itt minden, filmajánlótól kezdve a számláim, egy-két bemutató, meg korábban ugye én elég sokat utazok, amikor utazok, akkor meg leginkább utazós videók vannak, úgyhogy ezeket javaslom, kikapcsolódásnak, élményszerzésnek, információszerzésnek szerintem szuper. Akkor térjünk át a Teslás részre. Egy kis bevezetőt itt engedj meg nekem. Mindjárt meg is keresem. Ezt két posztot akarok megmutatni. Ezt 2020. január 31-én írtam a csoportba. Ez egy kicsit hosszabb, ezen gondoltam majd végigmenni. De előtte meg akartam mutatni, ezt később írtam ezt a posztot. Ezt akkor írtam, amikor megkaptam az autót. És ezt csak azért akartam mutatni, mert hogy megvettem az autót, ez 2022. március 11, mert még itt ennek a bevezető részében írom, hogy 2017-ben vettem meg, 17 decemberében valamikor az első Tesla részvényeimet, akkor, amikor én már megrendeltem az autót. Ez 2017. december 16-án rendeltem egy Tesla Model 3-at. Ez nagyjából onnan jött, hogy akkor is nyilván volt autóm, de Budapesten belül, hát a parkolási nehézségek, meg a saját autót használni, ugye akkor volt egy nagy Mondeóm, ami majdnem 5 méter Budapesten belül, ez hát elég nehéz volt használni. Ezért én elég gyakran használtam ezeket a bérlős autókat, ugye most már 3 cég is van Budapesten, sokkal egyszerűbb volt ezekkel bemenni a városba, nem kellett fizetni a parkolásért, ráadásul sokkal könnyebb volt parkolóhelyet találni, úgyhogy én ilyen 16-17 környékén nagyon sokszor használtam elektromos kis autókat, és nagyon megtetszett egyébként a gázreakciója, stb. És akkor valahol innen jött a sztori, hogy elkezdtem olvasgatni, és akkor még ez a Teslás jövőkép, ez ugye ilyen nagyon színes szagos történetnek tűnt, de én megnéztem egy csomó videót, ugye akkor már bőven gyártotta a Tesla a nagy autóit, a Model S-t, a Model 3-as akkor még nem volt, a Model S-ek pedig jóval drágábbak voltak, úgyhogy amikor a Model 3-at bemutatták, ez valamikor 2017 végén volt, akkor én úgy gondoltam, hogy nekem kéne egy ilyen autó. És én még akkor megrendeltem, hát ez egy ilyen, akkoriban 10 millió forintnak tűnt az ára, mert hogy 35 ezer dollár volt, akkor talán 250 volt a dollár, meg ugye némi kis vám, meg nem tudom mi, és akkor nagyjából fölfelé kerekítéssel kijött, hogy 10 millió forint egy ilyen autó, és én úgy voltam vele, hogy én szeretnék egy ilyet. Ugye ezt az autót akkor lefoglaltam, és akkor még megvettem a részvényeket is. Ha javasolhatok, de nem javasolhatok, én szeretek olyan cégeknek a részvényeit vásárolni, aminek a termékeivel vagy egyetértek, vagy azt látom, hogy nagyon sokan használják, tehát így lett annak idején Facebook, meg Google részvényen még ideje korán, amikor azt láttam, hogy mindenki ezt használja, akkor várhatóan ebből elég nagy dolog lesz. Én mindig próbálok úgy vásárolni részvényt, hogy valami olyasmi cégnek a részvényt vegyem meg ideje korán, amiből azt gondolom, hogy valami nagy dolog lesz a következő 5-10 évben. Néha nem jön össze, majd arra is csinálok videót, de amikor összejön, akkor viszont sokkal nagyobb a hozam nyereség, mármint a nyereség-veszteség arány, ami azt jelenti, hogy ha beteszel egy egységnyi pénzt mondjuk egy ilyen cégbe, és mondjuk nem jött volna be ez a Tesla, akkor ugye hát elbukhatom a felét, ne adj Isten a teljesen az egészet, tehát mondjuk egy X-et. De hogyha bejön, mint ebbe az esetbe is, most körülbelül nagyjából a befektetett pénzemnek a 15-szörösénél van az árfolyam. Én olyan befektetéset keresek, ahol jó lehet a kockázat és a nyereségnek az aránya. Nyilván nem gondoltam, hogy ennyire föl fog menni az árfolyama, tehát én sem számítottam ekkora emelkedésre, de örülök neki. Tehát nem utólag, ahogy ott megegyezte a srác, hogy utólag könnyű okosnak lenni, hát én mondjuk úgy érzem, hogy ebbe elég korán belecsaptam, természetesen még annak az előtt is lehetett volna, és akkor nézzük egy kicsit körül. Azt mondja, hogy itt egy 10 éves grafikon a Teslánál, ugye 12-13 óta gyártja a Model S-t, hát szerintem a legtöbben, főleg itt Európában, Magyarországon az elmúlt pár években hallottunk a Tesláról, előtte talán szerintem senki, és akkor most tartunk egy ilyen 240-250 dolláros árfolyamnál. Én valahol itt vettem 2017 decemberében 20 dolláros árfolyamon. Ugye, hát egyébként 300 dolláron vettem, hol is van a... Várjunk, itt benne van, ugye azóta két split volt,
A split az azt jelenti, hogy a részvényeket egész egyszerűen eldarabolják. Ami 2020. augusztus 31-én, itt látod, ami előtte egy darab részvény volt, azt szépen elosztották 5 darab részvényre. Tehát akkor bármennyi is volt az árfolyama, azt elosztották 5-tel, és neked nyilván 5-ször annyi darab részvényed lett. Tehát elvileg ennek matematikailag nincs sok értelme, de valóságban igen. Tehát akkor csinálnak ilyet, hogyha egy cég részvénye úgy számszerűen nagyon fölmegy, tehát amikor 1000, 2000, 3000 dollár, akkor ugye a kisbefektetők, akik általában olyan helyen tőzsdéznek, ahol nem tudnak tört részvényeket venni, azoknak egy részvény megvásárlása ugye egyben túl nagy összeg. És ezért elosztják a részvényt, egyszerűen csak azért, hogy a kisbefektetők is tudjanak többet és többet vásárolni. Úgyhogy általában ez is föl szokta vinni az árfolyamot. Szóval ez volt 2017 decemberében, akkor volt az első vásárlás, 20 dollárról fölment 240 dollárra, mennyi 5 év alatt nagyjából 13-szorosa, és 5 év alatt az éves 67%-os nyereség nem rossz, fogjuk rá. Nyilván ez nagyon sok, ennyit nem lehet hozni, ez idézőjelesen véletlen, tehát ez nagyon bele kell nyúlni egy olyan cégbe, ami tényleg bejön. Nyilván ezt hívják túlélési torzításnak, akinek bejön, az arról csinál videót. Ha most három olyan cégbe fektettem volna, ami nem jött be, nem tudom, NIO, Xpeng, egyebek, akkor meg nem csinálnék róla videót, nem tudom, akkor azt nem mondom, hogy nem lennék itt, mert nyilván nem volt nagy része a portfóliómnak, de akkor várhatóan kevesebb videó készülne az ilyenekről. Ugye ezt hívják túlélési torzításnak. A sikeres dolgokról általában szeretnek beszélni az emberek, meg azt látod az interneten, hogy hú, megvettem a nem tudom milyen kriptópénzt, és akkor ezerszeres csináltam, meg százszoros csináltam el, meg Lamborghinit vettem. A többi tízezer vagy több millió ember, meg aki nem jót vett, meg nem jókor vette, meg stb., meg nyilván nem csinál róla videót, mert nem jutott el odáig. Úgyhogy túlélési torzítás, és azt nem mondom, messze nem mondom, hogy ez természetes lenne.